Ja, és amúgy nem tudom, látszódik-e, de a felsőmben is kis skót terrierek vannak. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy barangolás Európában videó lesz. Megint nem teljesen hagyományos barangolás Európában videó. A címben láthattátok, hogy hova barangolunk el. Igen, ma Skóciába fogunk menni, és mindjárt tudom, hogy Skócia nem külön ország. Szóval a lényeg az, hogy annó nem vettem észre, amikor olvastam pár skót könyvet, de már elindítottam a Barangolás Európában sorozatomat, hogy azok az adott könyvek skót szerzőtől vannak, úgyhogy úgy gondoltam, nem teljesen úgy, mint ahogy eddig, hogy olvasás után egyből, de készítek róluk azért egy külön kis videót, és ebben a videóban most három könyvről lesz szó, és két szerzőről, ami ugye nem így szokott lenni, mert általában egy könyv egy szerző, vagy esetleg egy szerzőnek egy sorozata, ami három rész volt egyszer erre példa. Emiatt lesz egy kicsit hagyománytalan. A másik, ami miatt, igen, Skócia nem külön ország. Tudom, hogy Nagy-Britannia része. De igazából a Barangolás Európában-nak az lenne a lényege, hogy Európán belül olvassak, de ne brit szerzőtől, vagy magyartól, mert az a kettő úgy adja magát, és igazából skót szerzőtől sem nagyon. Tehát Skócia technikailag Britannián belül külön áll. Szóval a része, de külön áll, és Molyon is föl vannak címkézve ezek a könyvek, mint skót és brit könyvek, és technikailag ugye a szerzői Skócia területén születtek, úgyhogy úgy voltam vele, hogy nekem ennyi elég ahhoz, hogy nekik is egy kicsit szenteljek egy kis figyelmet, mert így is, hogyha azt nézem, statisztikailag több olyan könyvet olvasok, ami echte brit szerző, és nem úgy brit, hogy Britannián belül Skóciában született, vagy mondjuk Észak-Írországban. Szóval erről a három könyvről fogok ma beszélni, és két skót szerzőről, kicsit gyorsabban, tömörebben, mert ugye három könyvről lesz szó és egy videó. És igen, mivel nem nézegettem, mert nekem az volt evidens, hogy ők Nagy-Britanniában élő szerzők, ezért nem néztem különösebben utána, hogy ők amúgy azon belül skótok is, szóval ezért nem vettem észre akkor, de a Barangolás Európában kihívásban is elfogadom a skót szerzőket, illetőleg az ír címkével rendelkező szerzőket is, mert úgy kötöttem ki, hogy brit szerzők ne legyenek, úgyhogy ezt is beleveszem. Technikailag ugyanúgy angol száz szerzők ezek is, angol száz országok vagy területek, de ezt most így figyelmen kívül hagyom, mert azért annyira sok skót könyvet én sem olvasok, vagy skót szerzős könyvet. No, az első egy klasszikus gyerekkönyv lesz, ez pedig Robert Louis Stevensontól a Kincses sziget. Ez nekem ebben az izé nagyon szép kis kiadásban van meg. Nekem alapból a Kincses bolygó sztoria volt meg. Mert én azt láttam, mikor kicsi voltam, és így amúgy ennek a könyvnek a sztoria annyira nem volt meg, hogy ez micsoda. Nyilván gondoltam, hogy hasonlít valahol a Kincses bolygóra. Van ez a hírhet kalóz, akinek a kincsét keresik az emberek, és találnak hozzá egy térképet. Szóval elhajóznak megkeresni ezt a kincset, és ugye velük van a kisfiú is, de hát ott különböző dolgok történnek, mert hát egy nem teljesen tisztességes bandával hajóznak el megkeresni ezt a kincset, és hát nyilván sokan szeretnék megtalálni. Ezen a kincses szigeten történnek különböző dolgok. Nekem ez a könyv annyira nem jött be, pedig amúgy elolvastam, és nem volt vele különösebb problémám, de nem tetszett. Tehát így körülbelül ez a helyzet köztem és a kincses sziget között. A másik szerző, akiről most szó lesz, az Jenny Colgan. Tőle két könyvet olvastam, egyet 2019-ben, egyet 2020-ban, és neki vannak lefordítva kötetei, és önnek nagyon sok ilyen csiklit, romantikus könyvtörténetet ír, tehát nagyon sok ilyen típusú könyve van. Az egyik, amit olvastam, az a The Little Shop of Happy Ever After. Ez egyébként Skóciában is játszódik. A másik pedig a Találkozzunk a Cupcake kávézóban. Én mind a kettőt angolul olvastam, de ez a Cupcake kávézó le van fordítva magyarra is, és ez egy sorozat. Amúgy ez is egy sorozat. Igen, a kettő közül nekem a könyvesboltos tetszett jobban, egy ilyen kisebb teherautóban rendezett be egy mozgókönyvespolcot, a könyvesboltot,
a főszereplőnk, és akkor így próbálja meg helyre rakni az életét, miután kirúgják a melójából, és Skóciába megy ezzel a kis mozgókönyvesbolttal. A másikban pedig a főszereplőnk egy kis kávézót nyit, egy ilyen sütis kávézót, és ott a biznisznek a nehézségeiről is és miről van szó. Természetesen mind a kettő romantikus kötet, úgyhogy ez is bejön bennük. De tényleg nekem ez... Én valahogy többre számítottam ettől, a Cupcake kávézótól. Viszont a másik Jenny Colgan kötet nekem nagyon sokkal jobban tetszett. Tehát ez azt hiszem 3,5 csillagot kapott, ez viszont 4 csillagos olvasás volt, úgyhogy ő lenne a másik szerző, akit most így meg tudok említeni, mert hogy még tavaly olvastam, tehát így annyira nem gáz, hogy átcsúsztam februárra azzal, hogy ezekről videót csináljak. Egyébként tényleg, hogyha valaki ilyen kis könnyed könyveket keres, akkor Jenny Colgan egyébként nagyon jó ahhoz, mert tényleg ontja magából az ilyen könnyed romantikus sztorikat, és én is azért olvastam ezeket a könyveket, mert így a lelkemnek szüksége volt rá. Egyébként ennek annyira tetszik a színvilága meg a borítója. Ez szép. És én is szeretnék egy mozgó könyvesboltot, annyira menő hangzik. Na igen, szóval ez lenne ez a kis rövid, nem teljesen hagyományos kitérő Európán belüli barangolásomban ezzel a 3 kötettel és 2 szerzővel. Szóval, hogyha majd olvasok mostanában ír könyvet, akkor ír országos is lesz, mert igazából csak a britekkel és a magyarokkal vagyok most jelenleg ebben a kihívásban ilyen, hogy kitúrom őket, ha vagy nem kellenek, mert az... Ezt alapvetően tényleg sokat olvasok. Én ezt most elfogadom azért barangolás Európában-nak. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!